Közel 5000 pedagógus nincs beoltva a koronavírus ellen. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a 78000 pedagógus 94%-a felvette az oltást. A tanárok 3%-a orvosi ellenjavallattal, 1%-uk miniszteri mentesítéssel rendelkezik, további 1%-uk pedig betegállományban van. Mintegy 800 olyan tanár van, aki akkor térhet majd vissza az iskolába, ha beoltatja magát. A szakszervezetek szerint a kiesett pedagógusok nehezen pótolhatóak. Az elmúlt 3 napban 248-an haltak meg koronavírusban, és több mint 3300-an vannak kórházban. Mindenféle fórumon tájékozódok, és most az egyik megoldás, hogy táppénzre megyek. Weisz Edit, a pécsi tanítónő úgy döntött, nem veszi fel az oltást. Azt mondja, korábban olyan betegsége volt, ami miatt egyelőre nem vállalja a kockázatot. És 2 éve volt egy szívinfarktusom is, úgyhogy nem tudom. Ugye hallani most már többféle fórumon, hogy milyen mellékhatásaik vannak, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy én ezzel várok. A pécsi pedagógus így abba az 1%-ba tartozik, akik inkább betegszabadságra mennek. A szaktárca hivatalos adatai szerint az állami fenntartású iskolákban 78000 pedagógus 94%-a már felvette az oltást. 3%-uknak szakorvosi ellenjavallata, 1%-uknak miniszteri mentesítése van. További 1% pedig betegállományban van, illetve mentesítési kérelme elbírálásra vár. A tárca adatai szerint mintegy 800 pedagógus pedig különösebb indoklás nélkül nem vállalta az oltást. Akik viszont teljes egészében kiestek a rendszerből, azoknak a hiánya óriási. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívője szerint a kiesett pedagógusok nehezen pótolhatók. Úgy járt el végül is a minisztérium, ahogy mi azt kértük, csak hát sajnos nem következetesen, nem mindenkivel szemben hát érvényesültek ezek a lehetőségek, illetve új szabályok, hanem volt, aki tudta ezeket érvényesíteni, volt, aki nem. Amiről nincs adatunk, az a szakképzés, onnan még egyáltalán semmilyen információnk nincsen. A másik pedagógus szakszervezet szerint, ha a szakminisztérium nem adott volna mentességet, akkor az akár az oktatási rendszer összeomlását is eredményezhette volna. Ezek szerint a tankerület által fenntartott iskoláknak az oktatók 5%-a mégiscsak valamilyen mentességet kapott, akkor ez mégiscsak azt jelzi, hogy ha ez a szám hiányozna, akkor valószínűleg ennél sokkal komolyabb problémák lehetnének az oktatásban. A tanárok egyébként figyelmeztető sztrájkot hirdettek január 31-ére, de előtte várják a bíróság döntését a még elégséges szolgáltatásról. Történelmi csúcs, 42000 milliárd forint a magyar államadósság mértéke, derül ki az MNB friss jelentéséből. A GDP arányos adósságmutató tekintetében a magyar államadóssága a 2011-es adatokhoz hasonló. Ekkor még javában tartott Orbán Viktor államadósság elleni harca. A koronavírus válság kezdetéig az adósság csökkent is, Bóth Péter Ákos szerint azonban az elmúlt évtizedet valójában ellazsálta a magyar kormány. Ennek a gazdaságpolitikának az eredményeképpen Magyarország le tudja rúgni magáról az államadósságot, és mindannyian könnyebben lélegzünk, könnyebben élünk majd. 2010-ben első kétharmados győzelme után Orbán Viktor harcot hirdetett az államadósság ellen. A harc már a múlté, az államadósság pedig ismét történelmi nagyságú. 42.106 milliárd forint. Korábban soha nem volt ilyen magas az adósság. A GDP arányos adósság mutató szeptember végén, az idei harmadik negyedév végén 80,3%-on állt. Ez nagyjából a 2011-es adatokkal egyezik meg. Ezután lassacskán csökkent a magyar államadósság, azonban a koronavírus válság kezdetén 2020-ban ismét kilőtt. A 42.000 milliárd forintnyi nominális adósság, ez valóban történelmi csúcs, és különösen lesújtó a kép, hogyha ezt összevetjük a 2010-es évi állománnyal, a kormányváltás idején ez valamivel kevesebb, mint 20.000 milliárd forint volt 2010-ben. Varga Mihály egy évvégi interjújában úgy fogalmazott, már idén is van esély arra, hogy csökkenjen az államadósság. A pénzügyminiszter azt is hozzátette, szerencsés, hogy a járvány előtti évtizedet adósságcsökkentésre használta fel a kormány. Bóth Péter Ákos ugyanakkor úgy fogalmazott, a magyar kormány ellazsálta az elmúlt évtizedet, és nem elég gyorsan csökkentette az államadósságot. Bár most már nő a gazdaság, tehát a mutató annyira nem romlik, de ez a 80% körüli e fölötti szint, ez bizony
ez bizony nem csak, hogy nekünk nagy, mert finanszírozni is kell, de hát felfigyelnek rá a befektetők is, a hitelminősítők, és ezért el tudom képzelni, hogy ez nem fog javunkra szólni, amikor legközelebb ránéznek a magyar hitelminősítésre. A pénzügyminisztérium híradóknak küldött levelében azt írta, 2025-re terveik szerint már 69,3%-ig javulhat a GDP arányos államadósság mértéke. A Dékes Barkóczi Balázs a magas inflációra hívta fel a figyelmet. Az orbáni gazdaságpolitika teljes kudarcát mindannyian érezhettük a boltokban, és érezni fogjuk a következő hónapokban is, hiszen a gyenge forint miatt 14 éves rekordmagas szinten van itthon az infláció. Közben az infláció mellett nőtt a lakossági hitelek száma is tavaly. 2021. januárja és novemberek között 40%-kal nőtt az új lakáshitelszerződések összege, megközelítve az 1200 milliárd forintot, számolt be friss jelentésében az MNB. 100 milliárdos is lehet a megyei jogú városok vesztesége 2021-ben, erről számolt be a Népszava. A pénzkiesés miatt a Megyei Jogú Városok Szövetsége ma a pénzügyminisztériumban tárgyalt. Az informális beszélgetésen kiderült, a kormány ugyan átvállalja a béremelkedések miatti terheket, viszont az iparűzési adó kompenzációja idén sem teljes. A településeket adóerősségüknek alapján fogják támogatni. Betömött kátyú, rendbetett előkert. Novemberben kisfilmmel szemléltette a Dunói Városi Önkormányzat a város karbantartási munkáit. Azonban figyelmeztettek is. A fejlesztések elmaradhatnak, ha a kormány fenntartja az önkormányzatokat megszorító intézkedéseit. A megyei jogú városok már pedig bajban lehetnek. A Népszava szerint a 100 milliárd forintot is elérheti a 2021-ben felhalmozott veszteségük. Magyarországon 23 megyei jogú város található. A 21 megye központon túl Hódmezővásárhely és Nagykanizsa bír ezzel a kiemelt titulussal. Ezekben a városokban közel 2 millióan élnek. Az iparűzési adókedvezményt is fönntartjuk. A kormány még 2020-ban a válsághelyzetre hivatkozva csökkentette felére az önkormányzatoknak járó iparűzési adó mértékét. A megyei jogú városok vezetői egyrészt ennek tudják be a pénzkiesés nagy részét, másrészt a minimálbér emelkedése miatti önkormányzati terhek növekedése, illetve az energiaár emelkedése miatt kerültek pénzügyi gondba. Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének fideszes elnöke kedden reggel a pénzügyminisztériumban tárgyalt a kompenzációról. Az informális beszélgetés alapján kiderült, a kormány átvállalja a béremelkedések miatti önkormányzati terheket, ugyanakkor az iparűzési adó esetében 2021-hez hasonlóan idén sem ellensúlyozzák teljesen a veszteséget. Csak úgy, ahogy a mögöttünk hagyott egy esztendőben az adókiesésünket ugyanolyan mértékben és ugyanolyan formában a város, a települések adóképességének megfelelően kompenzálni fogja. Szita Károly az energiaárak emelkedése kapcsán elmondta, az állam általánosságban nem kompenzálja az önkormányzatokat, ugyanakkor a városoknak külön-külön lehetőségük lesz fedezetet kérniük az áremelkedéshez. A Miskolci önkormányzat az elvonások miatt 3,2 milliárd forinttól esett el, ráadásul az energiárak növekedése miatt körülbelül ugyanennyivel nőttek a kiadásai is. Verespál polgármester is részt vett a pénzügyminisztériumban zajlott tárgyaláson. Ez egy informális beszélgetés volt, egy-egy kezdő beszélgetés. Itt az energia az, ami gond, de itt sem zártuk le még a tárgyalást, hiszen, ahogy mondtam, adatokat kérnek tőlünk. Tatabánya működését is megnehezítették az elvonások. Ők 2021-re 2,7 milliárd forint jóváírást kérnek a kormánytól. Igenis, a működés és a biztonságos költségvetés tekintetében a kormányzat vállaljon kompenzációt és segítséget számunkra. A pénzügyminisztérium az iparűzési adócsökkentése kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy szerintük ez nagyban segítette a vállalkozásokat a válság időszaka alatt. 75 ezer aláírás gyűlt össze eddig az ellenzéki népszavazás kiírásáért. A hat párt aktivistáinak 200 ezer aláírást kell leadnia január közepéig ahhoz, hogy az országgyűlési választásokkal egy időpontra eshessen a népszavazás. A Jobbik országgyűlési képviselője szerint bár a két ünnep között kevesebb lehetőség volt a gyűjtésre, január elején új lendületet kaptak. Az aktivisták országosan 150 helyszínen lesznek jelen a következő két hétben. Délelőtt egymás után érkeztek az aláírók a Moszkva téren. Budapesten ma és a következő napokban 45 helyszínen pultoznak az ellenzéki aktivisták. Miért érzed fontosnak, hogy aláírjál a mai nap? Hogy történjen valami, és hogy hangot adjunk, és motiváljunk mindenkit, és az ellenzéket egy kicsit
feladatra bírni. Szeretném, ha a munkanélküli segély több lenne, és nem értek egyet a Fudan Egyetem építésével. Az ellenzéki összefogás december közepén kezdte meg az aláírásgyűjtést a Fudan Egyetem ügyében, illetve az álláskeresési járadék meghosszabbításáról a mostani 3 helyet 9 hónapra. A Jobbik országgyűlési képviselője szerint a két ünnep között kevesebb lehetőség volt a gyűjtésre, de az elmúlt napokban sok aláírást kaptak. Úgy gondolom, hogy ezen a héten, ismerve azt is, hogy nálunk Jászlóskunszolnok megyében mennyi alkalommal és hol lesz elérhető az ajánlói ívek, illetve az aláírásnak a lehetősége, mostantól kezdve jó ütemben fog haladni a gyűjtés. Én megkockáztatom azt is, hogy a holnapi napon már, hiszen már 75-en túl vagyunk, akár 100 ezer körül is lehet ez az ajánlásoknak a száma. Bár a törvény 120 napot ír elő a 200 ezer aláírás összegyűjtésére, az ellenzék január közepéig szeretné ezt elérni, hogy az országgyűlési választásokkal egy időpontra essen a népszavazás. Ha január 10-ig mi megtesszük a magunkét, és aláírjuk, és összegyűjtjük a 200 ezer aláírást, akkor elég nagy nyomást tudunk az állami szervekre helyezni, hogy legyen ez egy spórolás, legyen egyszerre kiírva, nem csak az általános országgyűlési választásokkal, hanem egyébként ugye a kormány gyűlöletkeltő népszavazásával is közösen. A Momentum szóvivője az aláírásgyűjtést az ellenzéki kampány kiinduló pontjának nevezte. Sokkal több fog jönni, mindenképpen szeretnénk még plusz a jókkal, plusz program bemutatókkal, plusz vitaformokkal, minden egyébben bemutatni azt, hogy mi az a világ, amit az ellenzék kínál. A budapesti helyszínek mellett vidéken is közel 150 helyszínen várják az aláírókat a következő két hétben. Torzképet mutat a hazai jövedelmi viszonyokról, hogy a KSH szerint Magyarországon bruttó 431 ezer forint volt tavaly októberben az átlagkereset. Ezt a GKI vezérigazgatója mondta Híradónknak. Molnár László szerint éppen a kormány állította azt, hogy 2 millió embernek segít a minimálbér és a garantált bérminimum emelése. Ez pedig azt jelenti, hogy tavaly ennyi embernek nem volt havonta 260, illetve 200 ezer forintos bruttó fizetése. A jó hír az, hogy a garantált bér minimum 260 ezer forint lesz, a minimál bér pedig 200 ezer forint. Még novemberben jelentette be a miniszterelnök a minimál bér emelését. Nagyjából ebben az időszakban a KSH adatai szerint a bruttó átlagkereset 431 ezer forint volt Magyarországon, az 5 főnél nagyobb vállalatoknál, a költségvetési és a non-profit szektorban. A Híradónk által megkérdezett emberek egy részét meglepte ez az adat. Mármint, hogy évi vagy hónapi? Havonta. Havonta. Ennyit? Hát kevesen. De hát ebben benne van a magasabb fizetés is, meg a kevesebb is. A KSH adatai szerint 8,5%-kal nőttek az átlagkeresetek az egy évvel korábbihoz képest. Mindeközben a bruttó medián kereset az ország egészében 337 ezer forinton alakult, míg a nettó 224 ezer forint volt. Igazából ez az az összeg, amit az átlagember megkeres, ugyanis az átlagbért több tényező is torzítja. A GKI vezérigazgatója szerint évek óta gond van a statisztikai hivatal módszertanával. Az adatok torzítják a valóságot, hiszen csak az 5 fő feletti cégeket kérdezik meg, és kimaradtak a részmunkaidőben foglalkoztatottak is. Molnár László azt mondja, azért is túlzás a 431 ezer forintos bruttó átlagbér, mert éppen a kormány kommunikálta azt, hogy a minimálbér emelése több mint 2 millió embernek segít. Készültek olyan kormányzati számítások, hogy a minimálbér emelése, garantált bérmumé és a minimálbéré együttesen, az körülbelül 2 millió embert érint. Na most, ha ez igaz, ez a szám, akkor ez azt jelenti, hogy 2 millió ember van, aki bruttó 260 ezer forint alatt keres. Ez azt jelenti, hogy a KSH által most nyilvánosságra hozott 4 millió 677 ezer foglalkoztatottból legalább 2 millió ember nettó 170 ezer forint körüli összeget keres havonta. Ez még a nettó 224 ezer forintos medián keresetet sem közelíti meg. Miközben minden számítás azt mutatja, hogy az egyfőre eső létminimum összege a saját lakásban élők esetében nettó 130 ezer forint körül van. A Policy Agenda kutatása igazgatója szerint ráadásul a tavalyi béremelkedést felfalta az infláció, ami különösen az alacsonyabb jövedelműeket érinti. A dolgozók felső jövedelmét tekintve a felső 10%-ának a bérjövedelmi előnyei fog fokozódni az infláció hatására. Ráadásul itt van az árfolyamromlás is. A dolgozói társadalom nagyobbik része vesztes lesz.
Tavaly évközepén még 5% volt az infláció, de októberre már elérte a 6,5%-os szintet. Novemberben ennél is magasabbra 7,4%-ra kúszott fel a pénzromlás üteme, ami még tovább erodálhatja majd a keresetek növekedését. Bejegyezték Gattyán György pártját, írta meg a Magyar Nemzet. A párt a Megoldás Mozgalom nevet kapta, székhelye pedig a milliárdos üzletember legnagyobb vállalata, a Dockler Holding lett. A Híradónk által megkérdezett elemző és nyilvánosság stratéga szerint Gattyán Györgynek még egy nagyon aktív, kompetens kampánynál is kevés esélye van a választásokon. A párt programja egyébként készen van, jövő héten hozzák nyilvánosságra, tudta meg Híradónk Gattyán környezetéből. Igazából megragadnám az alkalmat, hogy bejelentsem hivatalosan és ünnepélyesen, hogy aktivizáljuk pártunkat, és elindulunk a 2022-es választásokon. December 17-én az Egyenes Beszéd című műsorunkban jelentette be Gattyán György, hogy indul a 2022-es választásokon. Pontosan egy héttel később, december 24-én be is jegyezték a milliárdos üzletember pártját, írta meg a Magyar Nemzet. Megoldás Mozgalom, ez a pártunk neve. A pártelnöke Gattyán György, alelnökei a Techból két alapítója Huszár Viktor és Borsányi Gábor, illetve Bajusz Krisztina ügyvéd. A párt székhelye a milliárdos legnagyobb vállalata, a szexkamera biznisszel foglalkozó 10. kerületi Dockler Holding lett. Ő nem feltétlenül egy valódi működéssel rendelkező pártot szeretne gründolni. Az iránytű elemzője szerint ez a késői pártalapításból és a kampánycsapatának toborzásából is leszűrhető. Ember Zoltán gyanúsnak nevezte azt is, hogy egy sikeres, megfontolt üzletember egy olyan politikai projektbe vág bele, ahol a győzelem szinte kizárható. Pozíciója inkább az ellenzéktől venne szavazót, illetve az olyan nem szavazóktól, bizonytalan szavazóktól, potenciálisan, tehát nem tényekről beszélek, hanem lehetőségekről, akik érettségizett vagy diplomás szavazók, viszont belőlük nincs annyi, hogy elérhesse az 5%-ot. A Híradónknak nyilatkozó nyilvánosság stratéga szerint a választásokon való indulás Gattyán Györgyöt akár még nehéz helyzetbe is hozhatja. Nem magyarázta el a digitalizáció fogalmát, nincs kampánya, időzavarba került, és a listás szavazatokhoz hiányoznak az egyéni jelöltek. Választókörzetekben megtalálni azokat az embereket, akik politikai kompetensek, az meglehetősen nehéz feladatnak tűnik. Kampányban nem szokás jelölteket keresni, kampányban már a jelölteknek dolgozniuk kell, hogy megismerjék őket az emberek, és bizalmuk legyen rájuk szavazni. Kerestük Gattyán Györgyöt, de elfoglaltság miatt nem adott interjút. Egy hozzá közeli forrásból viszont megtudtuk, a párt programja már készen van, jövő héten ismertetik a nyilvánossággal. Bevonultak az oroszok Kazahsztánba, miután a kazah elnök segítséget kért az országban kirobbant zavargások miatt. Rengeteg a halott és a sebesült, a katonák folyamatosan lőnek a tüntetőkre is. Két rendőrt lefejeztek a tüntetők. A kazah kormány lemondott, az ország egész területén rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az ENSZ és az Európai Unió is bejelentette, hogy figyelemmel kísérik az eseményeket. A tüntetések azután törtek ki, hogy a kormány duplájára emelte a cseppfolyósított gáz árát. A Demokratikus Koalíció felszólítja a magyar kormányt, hogy határolódjon el az orosz katonai beavatkozástól, és álljon ki az autoriter rezsim ellen fellázadó kazah nép mellett. 13 rendőr életét vesztette, és a rendfenntartók több mint 350 tagja megsebesült, miután tüntetőkkel csaptak össze a legnagyobb kazah városban, Almatiban. Valamint több mint 20 tüntető is életét vesztette, amikor kormányzati épületeket akartak elfoglalni, amiket a biztonságiak védtek. Almati rendőrfőnöke elmondta, hogy több mint 120 rendőrautó, mentőautó és tűzoltóautó égett ki, míg több mint 300 üzletet, éttermet és irodát rongáltak meg a tüntetők. Az ország elnöke a tiltakozókat agresszoroknak nevezte, akik mögött nemzetközi terrorszervezetek állnak, és az Oroszország által vezetett több volt szovjet köztársaságot tömörítő katonai szövetséghez fordult segítségért.
Azért kérem a kollektív biztonsági szerződés szervezetének támogatását, hogy segítsenek megbirkózni a terrorfenyegetéssel. De ez már nem csak fenyegetés, hanem az egész országot felforgató tevékenység, mondta Kasim Zsomart Tokajev. Az államfő kifejtette, hogy az egész főváros támadás és vandalizmus áldozatává vált. Elfoglalták Almati repülőterét is, lefoglaltak 5 repülőt, amelyek között nemzetközi gépek is voltak. Kifejtette, hogy Almati közelében folynak a harcok terrorista bandák és a Védelmi Minisztérium légideszantos alegységei között. Az Európai Bizottság elítélte az erőszakot, a vandalizmust és a fosztogatásokat Kazahsztánban, azonban óvaintette Oroszországot a katonai beavatkozástól. Az erőszakos megmozdulások azt követően kezdődtek, hogy az országban eltörölték a csepp folyósított földgáz árplafonját, és a gáz ára jelentősen megemelkedett. A tüntetések hatására lemondott a kormány, és a kazah elnök vette át az ország nemzetbiztonsági tanácsának vezetését. Korábban pedig arra szólította fel az ügyvezető kormányt, hogy állítsa vissza az üzemanyag támogatást, valamint fontolja meg a közüzemi díjak befagyasztását és a szegény családok lakbérének támogatását. A Tisza áradásával ismét nagy mennyiségű szemét érkezik a folyó magyarországi szakaszára. 3 műszakban dolgoznak a vízügyi szakemberek, de annyi szemét jön Ukrajna felől, hogy szinte képtelenek begyűjteni. Hatalmas szigetekben ömlik a szemét a megáradt Tiszával Ukrajna felől Magyarországra. Uszályokkal próbálják ezt a vízügyi szakemberek megállítani, de a folyó hirtelen áradása miatt ez szinte lehetetlen feladat. Így is több ezer köbméter szemetet szednek ki, de az ukrán árterületeken levő szeméttelepek hulladéka lejjebb is eljut a folyón. Az elmúlt napokban a Felső-Tisza vízgyűjtőjén a télből hirtelen tavasziasra fordult az időjárás. Az ott kialakult hórétegre langyos eső jött, meleggel, majdnem 10 fokos hőmérséklettel. Emiatt egy árhullám indult el a folyón, amely sajnos magával hozta az uszadék mellett az ott tárolt hulladékokat is. A hulladék csapdákban összegyűlt szemetet markolókkal szedik a vízből, majd traktorokkal viszik a hulladék lerakóhelyre. Kelet-Magyarországot szétszennyezi Románia, szétszennyezi Ukrajna, és az ott élő emberek. És egyszerűen a mai nap tanúsága is azt mutatja, hogy hiába a magyar erőfeszítések, hiába a vízügy több milliárdos költségvetésű beruházása, egyszerűen az uszályok mellett elúszik a szemét. A szennyezés miatt már feljelentést is tettek, de úgy tűnik, hogy abban sincs előrelépés. A Jobbik képviselője azt mondta, hogy még ott sem tart az eljárás, hogy a feljelentéstevőt kihallgatták volna. Az ukrán és román hatóságok ugyanis nem foglalkoznak a magyar terület felé folyó ártérben lerakott szeméttel. Elindult a járvány 5. hulláma, jelentette ki Merkeli Béla. A Semmelweis Egyetem rektora napi több tízezres esetszámokra számít az omikron fertőző képessége miatt. Szerinte azonban csak azoknál lesz enyhébb lefolyású a betegség, akik mindhárom oltásukat megkapták. Közben Szijjártó Péter bejelentette, megérkezett Magyarországra az első 80 adag Sputnik Light, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei már vizsgálnak. Az elmúlt 24 órában 6524 új fertőzöttet találtak, és elhunyt 101 beteg. Nem lesz negyedik hullám. Tavaly májusban Merkeli Béla még negyedik hullámra sem számított. Pénteken reggel az állami rádióban viszont már a járvány 5. hullámáról beszélt. Elindult az 5. hullám, szinte biztosan, és ezt a hullámot most az omikron mutáns hozza létre. A Semmelweis Egyetem rektora az omikron fertőző képessége miatt több tízezres esetszámokra számít. Szerinte különösen az oltatlanok vannak veszélyben. Azt csinálja az oltás, hogy lezárja a felső légutak magasságában a szervezetet, szinte hermetikusan elzárja a vírusok elől és védi a többi szervet. A keleti vakcinák hatékonyságával kapcsolatban a magyar szakembereknek aggályai voltak. Legalábbis ez derül ki abból a kitakarásokkal teli dokumentumból, amit a Transparency International perelt ki az OGI-től. A cenzúrázott iratokat később Hadházi Ákos tette teljesen olvashatóvá. Amit a magyar kormány ezekkel a vakcinákkal csinált, az az elmúlt 30 év egyik legnagyobb botránya. Hadházi Ákos ismeretlen tettes ellen hivatali visszaélés és foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt feljelentést tett a rendőrségen. Nem sok kétségem van afelől, hogy a mostani hatóság vagy a mostani rendőrség fog-e ebben nyomozást indítani. Könnyen lehet, hogy ezt el fogja utasítani, az még tovább fogja a botrányt emelni.
Hadházi Ákost közben a Nemzeti Népegészségügyi Központ beperelte személyiségi jogok megsértése és nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt. Szerintük Hadházi posztjából egyenesen következik, hogy az országos tisztifőorvost azonosítja az ismeretlen tettes személyével, aki ebben az ügyben nem engedélyező hatóság. Megérkezett Magyarországra az első 80 adag Sputnik Light vakcina is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei most megvizsgálják ezt az oltóanyagot, és amennyiben úgy döntenek, hogy a vakcina biztonságos és hatékony és jól alkalmazható harmadik oltásként, akkor természetesen a kereskedelmi tárgyalásokat is megkezdjük majd. Közben az eredetileg influenza ellen kifejlesztett koronavírus ellen használt favipiravirról kiderült, nem túl hatékony. A Híradónknak nyilatkozó kutatóorvos szerint ez nem jelenthető így ki, mert a favipiravir a fertőzés első hét napjában csökkenti a virális terhelést és enyhíti a klinikai tüneteket. Az, hogy ez a későbbiek folyamán a betegség előre haladtával kedvező hatást gyakorol a kórházi ellátásra, intenzív terápiára vagy halálozásra, ezzel kapcsolatban jelenleg nem lehet tudományosan megalapozott következtetéseket levonni. Ezt támasztja alá a SOTE és a Délpesti Centrum Kórház 2020-as évvégi kutatása is. Ostobaság lenne lemondani az atomenergiáról Márki-Zay Péter szerint, ezzel Holoda Attila is egyetért, aki szerint Paks 2 is szükséges Magyarország energiaellátásához, de nem vitatja, hogy felülvizsgálatra szorul. Keresztes László Lóránt, az LMP frakció vezetője azt mondta, még az orosz törvények szerint sem épülhetne meg a beruházás. A Greenpeace szerint bármi is álljon a Paks 2 szerződésben, Márki-Zay Péter kénytelen lesz azt felbontani. Paks 1-et természetesen nem állítjuk le, a Paks 2 szerződését pedig felülvizsgáljuk. Ezt Márki-Zay Péter mondta a Népszavának. Az ellenzéki miniszterelnök jelölt egyebek közt arról beszélt, hogy az atomenergiával kapcsolatban hasonló tervei vannak, mint a zöld pártoknak. Ez a projekt ez ezer sebből vérzik. Itt olyan alapvető kérdésekre nincs érdemi válasz, mint a földrengés biztonság kérdése. Hiszen ezt az új atomerőművet egy aktív törésvonal fölé tervezték, és egyébként az orosz törvények alapján ez fel sem merülhetett volna. Tehát mi azt tudjuk mondani, minden irányból azt látjuk, és minden irányból az a meggyőződés erősödik bennünk, hogy le kell állítani ezt a beruházást. Holoda Attila azonban Márki-Zay Péterrel ért egyet Paks 1-jel kapcsolatban, ahogy azzal is, hogy felül kell vizsgálni az új blokkokat. Az látszik, hogy ezek a nagyméretű új Paks 2-es blokkok azok nem vagy nem feltétlenül úgy szolgálják az ország érdekeit, ahogy azt a miniszterelnök és a kormánypártok gondolják, ezért az mindenképpen felülvizsgálatra szorul, de hogy része kell, hogy legyen még tartósan az atomenergiának a magyar energiamix rendszerbe, abban biztos vagyok én magam is. Márki-Zay Péter az interjúban azt is hangsúlyozta, meggyőződése, hogy az atomenergia tiszta, klímasemleges, zöld, biztonságos és hatékony, amiről nagy ostoba lenne lemondani. Ezzel szemben a Greenpeace úgy látja, a jövőt, sőt már a jelent is, sokkal inkább a megújuló energia jelenti. Az atomenergia meg ki a divatból, sőt már régen kiment a divatból, az atomerőveket egyre több országban zárják be gyakorlatilag, már csak ázsiai országokban bíznak az atomenergia, és ott épülnek reaktorok, az európai országokban. Teljesen egyértelmű, hogy a jövő, sőt már jelen is a megújulóké, az egész villamos energiapiaca megújulók felé megy, döntően a szél és a napenergiás beruházások mutatják a trendeket mostanában. Hozzátette, egyetért a Paks 2-vel kapcsolatos szerződések felülvizsgálatával, ám szerinte a beruházás nem tudja felvenni a versenyt a megújuló energiaforrásokkal, ezért Márki-Zay Péter kénytelen lesz felbontani a szerződést, függetlenül annak tartalmától.